tüzet kértem, gyufáj a lobbant, szemébe néztem, szívem megdobbant, és szóltam szendén, karomba venném, ez történt lellén. Pap István a Csokonai Nemzeti Színház színművésze nyitotta meg a Nők a Debreceni Kultúrában című fotókiállítást szeptember 10-én a Karakter kávézó és könyvesboltban. A Borostyán produkció Szőlősi Zsombor fotográfussal közösen hozta létre a kiállítást. A kampány célja a debreceni kultúra minden szegmensét érintő női jelenlét kihangsúlyozása. Nők a debreceni kultúrában, ugye a cím adja magát, próbálunk a debreceni kultúrának minden szegmenséből megszólítani, megörökíteni egy olyan hölgyet, aki évek óta tesz azért a szegmensért a debreceni kultúrában. Nyilván ez egy nagyon nehéz dolog olyan szempontból, hogy ez egy szubjektív történet, hogy most kit választunk és kit nem választunk ki, melyik kulturális szegmens az, amit nem érintünk. Ezt a felelősséget mi muszáj, hogy magunkra vállaljuk, de Szőlősi Zsombor fotóssal együtt úgy döntöttünk, hogy vállaljuk, úgyhogy ezzel nem lesz gond. A kiállításnak ez az első része, igazából, tehát jövőre lesz egy Nők a Nagyváradi Kultúrában kiállítás, szintén 10 hölgy 20 képéről, és ugyancsak itt lesz bemutatva a második rész is. Amikor az elkészül, akkor egy kiadványban örökítjük meg ezt a 20 hölgy 40 fotóját. Puskás István, Debrecen város alpolgármestere egy családi fotóalbumhoz hasonlította a tárlatot, amelyre büszkének kell lennünk. Olyan polgártársainkat, olyan közösségünknek olyan tagjait látjuk viszont, akik nagyon fontos szerepet töltenek be a debreceni kultúrában. Lehet, hogy vannak közöttük a hétköznapi ember számára ismerős és ismeretlen arcok is, de hát a kultúrát nem csak az ismert arcok, az ismert színészek, írók, művészek éltetik, hanem nagyon sokan mások. Ez azért egy remek válogatás, mert őket is bemutatja, és egy nagyon színes, szó szerint színes válogatásban kaphatunk egy pici képet arról, hogy hányan és milyen szerepekben éltetik a nők a debreceni kultúrát. Ezt a kiállítást néhány hónappal ezelőtt Nagyváradon mutattuk be, akkor egy nem debreceni közönségnek tudtunk arról beszélni, mesélni ezen képek által, hogy kik is azok, akik a debreceni kultúrát éltetik. Most viszont itthon gyakorlatilag ismerősként, vagy szinte családtagként köszönhetjük őket. Viszont olyan ez a kiállítás, mintha egy családi fotóalbumot lapozgatnánk, hiszen számunkra nagyon kedves embereket láthatunk viszont ezeken a képeken. Az eseményen többen is jelen voltak, akik fontosnak tartják a kultúra népszerűsítését. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon lényeges, hogy a kultúráról bármilyen szegmens szinten beszéljünk, és bármilyen olvasatból, ha a kultúra szóba kerül, az egy nagy dolog, hiszen ez nem egy trendi tevékenység, és az, hogy a nők a kultúrában egy ilyen szemlélettel egy kiállítás zajlik itt a karakterkávézóban. Ez egy igazán jó, főleg nekem az a legizgalmasabb ebben, hogy férfiak találták ki, és egy férfi fotós szemével készültek ezek a fényképek, és ha így végignézünk a képeken, akkor látjuk, hogy mindenkiben, aki szerepel a képeken, megtalálta azt a mozzanatot, és azt az impulzust, amit ezek a nők valóban át akarnak adni. Nekem is például a televízióban a Könyvespolcon című műsorom, az tulajdonképpen az olvasás népszerűsítése miatt jött létre, hiszen nekem ez a küldetésem, hogy minél több helyre eljuttassam ezt az információt, hogy olvassunk, olvassunk, olvassunk. Cibere Ágnes festőként szerepel a 10 debreceni kultúrát meghatározó hölgy között. 2019-ben elindította saját Én idő élmény műhelyét is, ahol a festés szerelmesének segít alkotni. Elsődlegesen én örömet szeretnék átadni, egyrésztről az élmény festéseimmel az alkotás örömét, az alkotásaimmal meg azt az örömet, ami bennem buzog, illetve nekem mindig célom a szépséget megörökíteni, tehát szerintem annyira sok szép dolog van körülöttünk, hogy érdemes ezt közvetíteni a többi ember felé is. Minden hölgyről két típusú kép tekinthető meg a kiállításon. Egy profil vagy félprofil kép, valamint egy nagyobb látószögű, amely a saját munkakörnyezetében ábrázolja a modellt.